Az Ichi Ligetben már folynak a munkálatok, péntekre ugyanis foci ligetté válik a belvároshoz közeli park. Az Európa bajnokság idejére egy 4x3 méteres LED kivetítővel várják a szurkolókat a ligetbe, közösségi foci meccsnézésre. Az esti mérkőzések élő közvetítése mellett pedig egyéb programokkal is készülnek a futballőrülteknek a szervezők, egy műfüves kis focipálya és szakmai programok is színesítik majd a programkínálatot. Nagyon sok mindenre használható lesz, akár még a futballon kívül is. A kisebbeknek ilyen csocsó lehetőséget biztosítunk, a még kisebbeknek meg, akik ugye apuka elhozza a kisgyermekét, nekik pedig ilyen játszó részt alakítunk ki. Nem ez lesz az egyetlen helyszín a belvárosban, ahol élő futball közvetítésekkel várják a fehérváriakat. A Városház térre egy több száz fős sátrat állítanak fel péntekig, benne egy óriás kivetítővel és egy kis színpaddal. 400 nézőre számítunk naponta, ez azt jelenti ennyi a sátornak a befogadó képessége, délelőtt 10-tól éjfélig, attól függően, hogyha büntetőpárból illetőleg hosszabbítás, tehát hogy senkinek ne kelljen az italát otthagyni, hanem nyugodtan végignézhesse a mérkőzéseket. Nézd meg a meccseket, közben beszélget. Mint Fejérvár polgármestere elmondta, igyekeztek a városlakóknak a történelmi belvárosban minden lehetőséget biztosítani, hogy a meccsnézést valódi közösségi élményként éljék meg a fehérváriak. Egy közösségi élmény ad lehetőséget a foci EB, és azt gondoltuk, hogy ezt a történelmi belvárosban megélni, Zicsirigettől a főtéri különböző helyeken, teraszokon, baráti társasággal, családi körben, ismerősök társaságában szurkolni, beszélgetni, közben programokon, kísérő programokon részt venni, azt hiszem, hogy talán még nagyobb élményt ad a sport mellé. A meccsek közvetítésére a belváros szinte összes vendéglátóhelye is készen áll, a tulajdonosok több helyen készülnek már a péntektől induló meccsekre. Nagyképernyős tévéket és kivetítőket szerelnek majd fel a kávézókban és a kávézók teraszán egyaránt. Több helyen pedig nyereményjátékokat is indítanak a foci EB idejére.